Ki látható a képen? Zoltán a színész, Tamás az énekes, vagy Patrik a parkmenedzser? Hát ez nehéz, mert kérdés, hogy fölismerik a Zolit. Szerintem a Zolira, ha fölismerik, akkor inkább, mint énekesre fognak gondolni. Nem azért, mert a Zoli nem egy nagyszerű színész, csak ők inkább nem nagyon járnak színházba. És biztos, láthatják, hogy látták ilyen TV2-es műsorban. Na, de mint énekest. Mint énekest. Hát, mint zsűrit, tehát lehet, hogy... Ja, szerintem az, ja, az igaz. Szerintem a C-t az... az a parkmenedzsert azt szerintem, hogy úgy sem veszik észre, hogy egy parkban de van. De észre tök... fogják venni. Hát akkor vagy az énekes, vagy a színész. Akkor Zoli, a C-t azt lőjük ki a sunyiba? Hát igen, bár ilyenkor szokott azt jelenti, hogy a C lesz a végén, de mindegy. Tudod mit? Most mit tényleg? Legyen a C. Legyen a C. Hát most nem mindegy. Legyen a C. Legyen a C. Mert hogy most taktikát váltottunk megint. Mindig egy újabb taktikát volt, most akkor ez lesz. Nem itt, ha nem ismerik fel a Zolit, de hát nekik az megzavar őket, hogy Zoltán, akkor az inkább Tamás. Áll egy parkba, nézi, igen, hogy mi van. Ne, legyen. Legyen most. A cél. Legyen a cél. Legyen a cél. Imádom, hogy játszotok. Tehát 17-szer ugyanúgy, ugyanazzal a tempóval veszegett fejjel neki a falnak. Utána egy egymásra jösszek. De miért? Honnan most tudod? Akkor miért? Most tök honnan jó, tudod? Nem jó. Honnan hát, tudod, hogy neki menjünk most a falnak? Sehonnan. De hogy ilyenkor azt szokták kérdezni, hogy mitől lenne Patrik a parkmenedzser lefotózva? Mitől lenne róla egy kép? Mitől kéne? Mert az, hogy van egy színész meg egy énekes, azt úgy ismerni kell. Azt gondolom, hogy 12 vagy 17-2-nél ennyit mondhatok, hogy az eddigi tapasztalatom alapján, de most már megjelöljük, ezt úgy segítettem, hogy tulajdonképpen nem. De... De várjál, még nem mondtuk ki. Ilyen lett volna, segítek, ne. És most megjelöltük a célt. De még nem mondtuk ki. Ő még nem mondta, hogy oké, csak én mondtam. De lehet, hogy az a jó. De nem véstük még kőbe, még most egy kicsit... Most akkor, na de ha viccet akarunk csinálni, akkor marad a C. Ha pedig komolyan veszük most nagyon, és akkor azt gondoljuk, hogy talán mégis, akkor a B. Igaz? Te mit mondasz? Most én fölállítottam egy teóriát, most te jössz. De... Üzs le, gyomorszába vágjál, üljél a fotelba, üljél a tudod mit? Akkor legyen a te teóriád, akkor legyen az énekes. Akkor ne a névre menjünk, hanem hogy ő egy ilyen énekesbe fogják vetni. De ha esetleg a parkmenedzser lesz, akkor mit fogsz nekem csinálni? Hát akkor kérjél, mert valamit kérsz, és meg teljesítem. Befűtöm. Jó, rendben. De ma nem, most kérjél, de utána. A B lesz. Begyújtok. A B lett? B. Örülsz? És a púr és hamú vogymuk. Hát mi történt? B-t megjelöltük? Biztos? Igen. Tamást az énekest? Aha. És ha a C lesz, amit mondtam? Akkor valami zálogot adok. Akkor teljesíti a kívánságomat. Az mi volt? Hát még azon gondolkozom. Megjelöltük Tamást az énekest. De nem lesz neki kellemes. Jöjjön az igazság pillanata. Hoppá. Kilátható a képen, ez a Berecki Tamás. Ez az énekes, ez biztos, így hogy tudod? Az. Persze, amikor nyomja, hogy na gyere, játszunk egy darabban, tudod? Ez az, ez a Berecki. Én nekem nem ugrott volna ez be. Zenész. De vagány kabátja hallod, nagyon. Ja, ez biztos, hogy a Berecki akkor is. Akkor lehet, már. Amúgy igen. Ez egy zenész. Jó. Ez énekli azt, hogy játszunk egy darabban, hogy na gyere, játszunk egy... Én hiszek neked, nem ismerem annyira. Ez tudja, hogy az, ez 100%. Kilátható a képen A. Zoltán a színész, B. Tamás az énekes, C. Patrik a menedzser. Hát, én igazság szerint... Tamás. Ugye mondtam neked az előtt... Berecki, Tamás. Berecki. Tamás. Tamás, nem Zoltán? De, hát ő, de, Zoltán. De ő színész is, meg énekes is. Igen? Hát hogyne. Berecki. Szóval ő kettő műfajban van, Berecki, nem csak énekes. Berecki Zoltán, lehet amúgy tényleg. Hogy várjál? A C-t engedjük, parkmenedzser, nem is hallottam a még. A C az offos, az felejtés. Parkmenedzser bárki lehet. Hát az tuti, az offos a C, akkor maradt nekünk a B meg az A, tehát a kettő közül kell. Hát nyilván igen, de hát belőni, az a baj, hogy be... neked jobban derengez, mert én nem vagyok ebben a Zoltán. És ott van az, hogy énekes, látod, amit ez mondtam. Az, hogy megcsavar. Úgyhogy akkor tévedtem, nem Zoltán, hanem Tamás. De várjál, az előbb azt mondtad, hogy színész is egyben. Lehet Zoltán, és lehet énekes is, színész is egyben. Te úgy emlékszek, hogy és színész is. Is lehet. Azt hiszem, szokott opera cuccokat is tóni, de nem biztos.
ne haragudj, de nem tudom, kiről van szó. Az biztos, hogy a Berecki a 100%. Tamás. Tamás. Legyen énekes. Énekes akkor. Legyen. Énekes, mert énekelni viszont hallottam már sokszor. Na hát akkor szerintem a képen a Tamás látható, az énekes, tudod, mikor mondják azt, hogy na gyere, játszunk egy darabban. Ez az a szám, amit ő énekel, úgyhogy szerintem B lesz. Jó. Berecki. Berecki Tamás, az énekes. Gyere, játszunk egy darabban. Még lehet, hogy el is hív ma játszani. Én egy szekúsnak elmegyek. Ja, ott is kidobóskodsz egy kicsit, az jó ide. Simán. Jó! Na most le!